amikor barátom mondta, hogy egy lassú, vonós trió lesz, mert hogy most le vannak lassulva a forgatagban egy kicsikét. Ezzel szemben eszembe jött egy történet a Hajdani Napoka kvartettről, amelynek Roha István volt az első hegedőse, Sepsiszentgyörgyön koncerteztek, mi pedig diákokként ott ültünk a nézőtéren, és egy ilyen nagyon gyors, nagyon hangos tétel volt valamelyik szimfóniával, és nagyon húzták, és nagyon nyiszítottak, és hirtelen lett vége, és a nézőtérről hallatszott, hogy és hozzávics négy tojást! Én úgy látom, hogy csak én képviselem a humort, hogy előadásban mindenki. Szegény humor, szegény közönség. Na jó, akkor letészem a lantot, és a színpadra hívok két színész kollégát, akik sikerrel birkóznak meg ezzel a műfajjal, vagyis a humorral, és nem csak. De nem ám, hiszen Szabadi Nóra és Ördög Miklós Levente két vidám jelenetet és két kuplét is hozott a mai gálaestére. Elhangzanak az Adó bevallás és a Csendes férj című kabaré jelenetek, valamint Szenes Iván Mások vittek rossz utakra engem című szerzeménye, és Toldi Mária például Te című kupléje. Tudod, minek örvendek, hogy ezek ketten házasok. Így Szabadi Nóráról nem mondhatja senki, hogy az ördögnek se kellett. Ott az ördög, ahol emlegetik. Igaz.
házában volt. Egy óta még hites volt, igen, szóval. Egy óta még hites volt, és egy óta még csak volt. Mi az, aki mond? Mi az, aki mond? Mi az, aki mond? Mi mond? Hát mert úgy volt, hogy csak egy szállítunk maga, hogy mondjam. Szóval nem törvényes házasságon éltünk. Lehetett volna törvényes is, de ő nem akart összeházasodni. Akkor írja alá az első hites ura nevét, aki meghalt, és akitől maga azt mondja, hogy özvegy. Hamis gyöngy, szíves varázsa, és az üveg
csillogása ma már nem boldog így. Megértem, hogy akárki más egy ilyen nagy hibát csinál. De kérdem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szavár. Mások hittek rosszakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyönyörű színes varázsok és az üveg csillogása ma már nem boldogít. Ma már nem boldogít. Thank you.
mögött boldos éjjel, csöndes hallomást, csak álmodó reményen egy néma kívül.